Víz Balaton by Cosmopolitan sajtótájékoztatóján vagyunk, ahol többek között megtudtuk, hogy a celebek, amikor nem celebeskednek, akkor bizony tanácsokat adnak olyanoknak, akik majd a jövő celebjei lesznek, tehát a leendő szépségkirálynőnek. Rengeteget foglalkozunk velük, ugye itt vannak a casting trénerek, itt vannak, akik tanácsokat adnak nekik, különböző órákat tartunk, a Regina tartja a social media órát. Volt olyan lány, aki azt gondolta, hogy le kell írni betűkkel, hogy hashtag, és akkor az ott működni fog. Úgyhogy vannak itt érdekes dolgok, de hát ezért vagyok én itt, hogy elmagyaráznak. Én kommunikációs tanácsokkal szoktam őket ellátni, szoktunk beszélgetni, tehát nekem mindig úgy van, hogy én a döntött megelőző héten, amikor a tábor van, akkor lemegyek egy napra, és akkor beszélgetünk a lányokkal egy ilyen csoportterápia jelleggel, plusz én olyan tanácsokat adok nekik, hogy például hogy lehet leküzdeni az izgulást. Van, aki életében nem állt még színpadon, lámpalázas, hogy kezelje, tehát azért itt nagyon egy ilyen komplex csomagot kapnak a felkészítés alatt. Egy ilyen villámtréninget tartunk arról, hogy megjelenésben, stílusban, öltözködésben, járástechnikában, kommunikációban mik azok, amire oda kell, hogy figyeljenek a lányok. Tényleg így megpróbáljuk nekik megmutatni, hogy mi az, amit kellene csinálniuk, mi az, amivel a saját fejlődésüket tudják szolgálni, úgyhogy utána gyakorlatilag nagyon, nagyon könnyű dolgok van velük. Ami a legnehezebb az elején, azzal nem igazán tudnak azonosulni, hogyha azt mondjuk, hogy 10 órakor kezdünk, akkor mondjuk 10 óra előtt 15 perccel illik mindenkinek ott lenni, tehát hogy a fontosság az nekünk nagyon-nagyon fontos dolog. Hogy a szépségversenyek azok nem követik feltétlenül aktuális szépségideált. Tehát most néha csontosabb lányok, magasabb lányok, vékonyabb lányok, fehérbőrűek, szélsőségesebb szépségek, amik ugye az aktuális trendet mutatják, mondjuk a modellvilágban, vagy unblock a szépségiparban. A szépségverseny az egy sokkal klasszikusabb kategória. Egy szépségverseny az tipikusan az a platform, és ezt a lányok fejében is tudatosítani kell, hogy itt nem nagyon extra vékony lányokat keresünk, nem a nemzetközi kifutókra keresünk résztvevőket, hanem nőket keresünk, és a nőknél nem hátrány, ha alakja van, ha melle van, ha feneke van, az legyen szép, formás és feszes. Ennyi. Nekem ami nagyon fontos, nyilván ez szakmai ártalom is, hogy hogyan kommunikálnak, mennyire tájékozottak, tehát azért nekünk sem érdekünk az, hogy a versenyben csak olyan lányokat válasszunk be, és mondjuk a döntőben olyanok legyenek, és olyan lány nyerje meg a versenyt, aki gyönyörű tényleg, de nem tud megszólalni. Legyen gyönyörű, jó testű, de értelmes, és lehessen vele bármiről beszélgetni, és képbe legyen a világ dolgaival kapcsolatban is. Olyan lányt keresünk, aki elvarázsol minket, akit hogyha meglátunk, akkor tényleg érezzük, hogy na ő az, kedvesnek kell lennie, aranyosnak kell lennie. Én azt gondolom, hogy ha visszanézzük így 50-60-70 évvel ezelőtti szépségversenyeket, maximum a hajálmás, hogy de ugyanúgy azt keresték a nőt, a magabiztos nőt, a szép nőt, a nagyon jó kisugárzású nőt. Tehát, hogy igazából a maga a trend az nem változott, esetleg külsőben egy kicsit. Tehát más volt a smink, más volt a haj, más volt a divat, de a nő az nő. Akkor is az volt, és most is az.